Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Szeptember 17-én portál nap van. Kinyílik egy égi kapu a plejádok felé. Ezen az estén tartok egy szertartást. Jelentkezhetsz e-mailen keresztül erre a szertartásra. Az energiai egyensúly az 4000 forint, hogy miről van szó. Erről beszámolok ebben a felvételben. Az, hogy mikor van egy portálnap, azt a maják számították ki. A forrás az a maja naptár, erről beszámolok naponta a Facebook oldalamon Dendera Susanna Medici. Ebben a maja naptárban van 20 hullám, vagy rezgés. Egy hullám 13 napig tart, ez olyan, mint nálunk a hét. A 13-as szám a majáknál egy misztikus szám volt, és úgy gondolták, hogy ez a szám szerencsét hoz. Ez a portál nap szeptember 17-e a második nap a harmadik hullámban. Ez jelent terveket, ötleteket, változásokat, egy új irányt, egy új kezdetet, de jelent kapcsolatokat vagy szerződéseket is. Most megvan a lehetőség arra, hogy megvalósítsd a terveidet, és ott van a segítség, lesz egy új irány, lesznek változások. Ez a harmadik hullám, ez eltart szeptember 28-áig. Tehát megvan ez az energia, de minden nap még más finom energia jön ehhez, hiszen minden nap felett egy másik szimbólum uralkodik. Ezen a napon, szeptember 17-én, ezen a napon Lamat uralkodik, és Lamat lefordítva egy csillagot jelent, és itt Vénusz bolygóról van szó. A téma az a szerelem, hiszen Vénusz bolygó szimbolizálja a szerelmi témákat. Persze jelenti a békét, a harmóniát, mindazt, ami szép és kellemes. Azon kívül Vénusz bolygó jelent bennünket, hölgyeket is. Vénusz bolygó az uralkodik a bika jegye felett, és uralkodik a mérleg jegye felett is. A halak jegyében kimutatja a nagyságát, és a halak jegyében Vénusz bolygó nagyon erős, nagyon előnyös, hiszen itt tényleg ki tudja bontakoztatni magát. Akiknél a születési horoszkópban Vénusz bolygó a mérleg jegyében, a bika jegyében vagy a halak jegyében van, akkor itt van egy nagyon szép, kellemes Vénusz energia. Ennek én is örülhetek, hiszen az én születési horoszkópomban Vénusz bolygó a halak jegyében van. Összefoglalnám azt, hogy miről van szó ezen a napon, ennél a szertartásnál, ennek van gyógyító ereje. Egy finom energiamező, ami kihat a spirituális területre. Itt vannak kapcsolatok vagy szerződések, ami előnyös. Minden előre halad, lesznek jó változások, és különösen ezen a napon, szeptember 17-én van egy gyönyörű, erős, szerelmi energia,
ami segít természetesen abban, hogy szerencse legyen, hogy legyenek változások, legyen közeledés, és hogy ő kimutassa az érzelmeit, vagy beszéljen a terveiről. És ez volt a felvétel. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád és jelentkeznél a csatornámra. Köszönöm szépen! És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!